Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ma főképpen édesapákat látunk vendégül a stúdióban, de nem csak a hamarosan következő apák napja kapcsán, hanem egyéb témákban is kérdezzük majd őket, érdemes lesz velünk tartani. Először a hétvégi Kisvárdai Színházi Fesztiválra csábítunk mindenkit, vendégem Betneházi Attila, miniszteri biztos, színész, előadó művész, és egy olyan személy, akinek a szíve csücske a határon túli magyar színházak felkarolása, illetve a határon túlon élő magyarság kultúrájának az ápolása, hiszen azért a munkád nem csak a színház területére koncentrál, hanem azt gondolom minden területre, ami kultúra. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Kedves Attila, hát nagy szeretettel köszöntünk a nulladik napon, ugye? A 33. Igen. Kisvárdai Színházi Fesztivál kapcsán. Ez a hétvége azt gondolom, hogy egy igazi, hát nem is tudom, egy kulturális örömtánc lesz majd Kisvárdán. Hát annál is inkább, mert így a nulladik napon, hát valamire való fesztivál azért nulladik nap nélkül ne fusson neki az egész eseménynek, de így a nulladik napon elmondhatjuk, hogy szerencsére a tavalyit is sikerült megrendezni, igaz csúszással, akkor nem júniusban került megrendezésre, hanem dicsérve a szervezők hát kockázatvállalását, áttették azon melegébe még augusztusra, és hát bejött, hogy ilyen csúnyán mondjam, és sikerült augusztusban aztán megrendezni, de valóban most elindul, és már is lesz két versenyprogram, úgyhogy gőzerővel indul el, és akkor holnap lesz a hivatalos megnyitó. Izgalmasnak ígérkezik, hogy a három helyszín és 15 versenyen előadás lesz. Itt a kezemben tartom a Művelődési Központ, a Zsinagóga és a Bagolyvár, ami otthont ad az előadásoknak. Így van, és ez szerencsére a zsinagóga is most már bejáratottá vált, most ez a harmadik év, hogy a zsinagóga is helyszín, eleve gyönyörűen fel lett építve a zsinagóga, és most már ugye a szervezők is tudják, hogy mit kellett alakítani az első évhez képest, már ott a zsinagógán belül, hogy hogyan legyen elhelyezve a nézőtér. Itt azért ilyenek is játszanak, amit a néző nem szabad, hogy észrevegyen, csak abból, hogy a hangzás is jobb, mert ugye nem kimondottan színházi térnek készült, de ezért kellett hangfogó függönyöket és egyebeket felrakni az adott héten, amikor megy a fesztivál, és így a hangzás is már jobb lett tavaly is, úgyhogy teljes gőzerővel folyik ott is a sok-sok produkció játszása, és így, ugyanígy a Bagolyvár. A Bagolyvár nagyrészt olyan produkcióknak ad helyszínt, amelyek úgynevezett kísérő produkciók, tehát nem a versenyprogram részei, hanem amik még színesítik az egész hét kulturális programját. Ezek nagyrészt anyaországi produkciók, de találhatók olyanok is benne, amik anyaországi és határon túli színházak közös produkciói, ami aztán végképp megvalósulása a magyar-magyar kapcsolatoknak. Csak egy gondolat erejéig, ugye nyilván a magyar színházakat is nagyon megviselte ez az időszak, amikor nem léphettek közönség elé, és tényleg azért ez nem egy pár hónap, hanem most már években mérjük ezt a tragikus időszakot. Mik voltak a tapasztalatok, milyen benyomások tudsz elmondani a nézőknek, a határon túli színházak hogyan vészelték át ezt az időszakot? Hát az nagyon közhelyszerű, hogy nagyon nehezen természetesen, de mindegyikőjük próbált valami olyasmit nyújtani ott a saját maga közösségébe, amivel azért mutatta azt, hogy mi működünk, létezünk, munkálkodunk azért az adott városért, közösségért. És hát kitaláltak mindenféle dolgokat ők is, azon túl, hogy van ez az online színház, ami hát én magam tulajdonképpen olyan nagyon nem hiszek ebben, mert hát a színpad lényege az, hogy élő emberek társas játék keretében játszanak élő embereknek, és ott akkor történik. Tehát tulajdonképpen, de hát muszáj és kénytelenek voltak a színházak ilyen formában megnyilvánulni. Például volt egy nagyon érdekes kezdeményezés, ami lesz ilyen kísérő programként is, megjelenik a Székelyudvarhelyiek kirakat színháza, ami a nevéből is gondolható, a kirakatok mögött játszottak a boltokba a nézőknek, és ebben betartva az előírásokat, amit a vírus diktált. De érdekes, egy picit ez ugye az utcaszínházra, vagy a vásári hát komédiára. Hát csak ugye utcaszínház is tilos volt. Én sem láttam udvarhelyet,
mutatták ezt be, de most mindenképpen meg fogom nézni. Azon kívül a tapasztalásokat, hogy kérdezed, nekem tavaly is az volt a tapasztalásom, és biztos, hogy ez lesz idén is, hogy valami olyan energiák szabadultak el, amik azelőtt nem. Hát a színészek ugye játékinségbe senyvettek, a nézők pedig ugye produkció, előadásinségbe, és ez az összecsengő, hihetetlen energia, ez valami olyan gyönyörű dolgokat szabadított föl, olyan elementáris erővel játszottak a színészek, és ezt olyan nyitottan akarták szinte befogadni a nézők, hogy ez valami egészen elképesztő volt, és ez biztos, hogy idén is így lesz, mert azért jóval kevesebb előadás jött létre, volt, aki már nem is nagyon tudott évadot elkezdeni, aki elkezdett, az ilyen gyorsan az utolsó pillanatban, amikor máskor lezárni szokás, akkor kezdett neki az évadnak, úgyhogy itt most a játék öröme talán tényleg még hatványozottabban jelentkezni fog. Ilyen furcsa dolog jutott eszembe így az apák napja kapcsán, hogy lehet, hogy ez egy picit olyan, mint egy távkapcsolat, amikor aztán végre találkoznak, vagy amikor a háborúból hazatért a hitves és szerelem gyerekek fogantak, mert hogy olyan kiáradó hát volt az energia. Ahogy úgy, így ezt megközelítetted, mert tényleg, hát pont ez az. Most a háborút, igen, szokás a helyzetre, a háborús helyzetet is használni, nyilvánvalóan messze van attól, hála jó Istennek, de azért itt is bőven, mint lelki, mint testi sebeket szereztünk, és azért áldozataink is voltak, úgyhogy bőven elmondható, hogy egyfajta ilyen felszabadultság, egyfajta újra találkozás. Igen, és hát ugye a szerelemgyerekek gyönyörűek, tehát valószínűsítjük, hogy ezekből az energiákból született előadások is egy ilyen felfokozott katarzist okoznak majd a nézőknek. Sajnos Attila, az időnk az nagyon fogy, csak egy kérdés. Tényleg a nulladik napon vagyunk, és a hétvége ugye a sok-sok előadásé. Van még esély arra, hogy valaki most, aki itt Nyíregyházán vagy a megyében nézi a műsort, esetleg be tud jutni valamelyik előadásra? Hogyne, mindenképpen. Mindenkinek javaslom, annál is inkább, mert sok előadás közül válogathat, úgyhogy mindenképpen bemegy, mindenképpen korlátozott számban még be tud jutni bármely előadásra. Nagyon-nagyon színes. A válogatás Balogh Tibort dicséri, aki a szellemi atya ennek az egész műsortervnek, ahogy kialakul, és nagyon mindenhonnan, felvidék, délvidék, Erdélyből is most már jönnek tavaly évvel kapcsolatba. Egyébként Balogh Tibor most kapta meg a minap a Hevesi Sándor díjat, amihez így is gratulálok neki. Hát akkor tolmácsolt, hogy mi is gratulálunk szívből, köszönjük szépen, és nagyon kellemes munkát és kikapcsolódást kívánunk. Köszönjük a szépen. Kedves nézők, az elmúlt héten már beszéltünk a Sóstói Múzeumfalu programjáról, most belepillanthatnak, hogy hogyan zajlott a Verbunk napja, és milyen rendezvények szerepelnek a közeljövőben a táncosok és a Múzeumfalu tervei között. Így érkeztek a táncosok a Sóstói Múzeumfaluba szombaton délután, és kezdődhetett a mulatság, katonákat verbúváltak. Szép ifjak, egy újságot mondok, jó meghallgassátok! Új királyotok támadta, mint tudhatjátok, de nincsen elég katonája, amit láthatjátok. Ennek keze alá magatok adjátok. Mi kordunkban csak belé nem vagy, hagyj kezet, a kívánsz köztünk lenni, ha adtad. És aki nem állt katonának, vagy nem állt be a táncba, azt bizony deresre húzták. Húzza! Let's go.
Tegnapon 10 együttes, 10 néptánc együttes vesz részt a Verbunk napja délutáni közösségi programján a táncos rendezvényeken. Érkezett egy együttes Derecskéről, a Hajdúságból, ők a Szivárvány és Kikelet néptánc együttes. A Zemplénből, Bodrog közből érkezett a Bodrog tánc együttes, tulajdonképpen Sárospatakiak ők, illetve hát Szabolcs-Szatmár megyéből, egészen messziről, Nagyecsedről ide jöttek a Rákóczi Kovács Gusztáv hagyományőrző együttesnek a idős és fiatal tagjai, fantasztikus emberek. Itt vannak a Máté Szalkaiak, a Máté Szalkai Szatmár tánc együttesnek a sokkal fiatalabb, de nagyon lelkes csoportja, és hát persze itt vannak a nyíregyházi tánc együttesek, a Szabolcs néptánc együttes, az Igrice és az ifjú Igrice néptánc együttes, a Nyírség tánc együttes és a Nyírség tánc együttes utánpótlás csoportjai, a Margaréta tánc együttes, a Topogó tánc együttes és a Lókötő tánc együttes. Szóval így jó sokan vagyunk. Fantasztikus érzés, hogy ilyen jól összejött, a pici, hogy is mondjam, csak rossz érzés azért van bennem, egy nagyon pici, mert a nagy meleg és egyéb programok miatt a közönség létszáma azért nem annyira sok így még délután. Én bízom benne egyébként, hogy a gála műsorra viszont már nagyon sokan lesznek majd 6 órakor, de hát ez így is fantasztikus, hogy így az együttesek tagjai egymást is bevonják, hiszen egy-egy portán több együttes is van, és akkor egymásnak tudnak egy kicsit segíteni is. A Kárpát-medence jellegzetes, improvizatív, új stílusú férfi tánca az UNESCO listáján is szerepel. Megyénkben elsősorban Nagyecseden magyar verbunkként ismerik. El is jöttek a nagyecsediek, és a tarpai portán megmutatták, mit tudnak. Köztük Murgúny Lajos, 72 éves táncos, aki már fiatal korában megkapta a Népművészet ifjú mestere címet. Táncos programok a nyáron is folytatódnak. 19-én szombaton Nagyecseden a nagyecsedi Verbunk versenye és páros tánc verseny, az is egy fantasztikus rendezvény, magam is megyek majd oda, meghívottként is, meg még talán egy kicsit táncolni is fogok. Azt követően pedig júliusban szintén egyébként Nagyecseden lesz az Országos Táncház Találkozó Országszerte című program, hiszen a nagy csarnokban, ahol szokott lenni Budapesten, a Budapest sportcsarnokban nem lehet most megrendezni a sportarénában ezt a rendezvényt, ezért úgy döntöttek, hogy országszerte lesz, és az egyik helyszín Nagyecsed, oda is megyünk a Nyírséggel, a Szabolcs Néptánc együttes is megy, szólisták, pávások, szóval ott leszünk ismét. És hát ezek után sem ússzuk meg tánc nélkül, mert augusztusban pedig a 10. Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztivál helyett megrendezzük az első Nyíregyházi Folk Fél Hét nevű programot, tehát egy 3 napos program lesz, hiszen nem tudunk hívni a még működő, sajnos még mindig érvényben lévő veszélyhelyzetek miatt külföldi együtteseket, ezért lesz egy határon túli egyébként, azért a Kárpátalja Néptánc együttesek át tudnak jönni, hiszen ők magyarok és őket beoltják itthon is, szóval ők itt lesznek, meg a helyi együttesek fognak nagy gála műsorokat adni. A 18-án, 19-én a Babá Márkovics zenekart hívtuk meg egy nagy koncertre, és 20-án pedig 6, illetve 7 országosan elismert, híres és nagy néptánc együttes közös produkcióval lép föl itt Nyíregyházán. Ezt már előtte bemutatjuk, néhány nappal előtte Szászalombattán, majd lesz egy debreceni bemutató, és augusztus 20-án pedig idehoztuk Nyíregyházára. Az a címe a produkciónak, hogy Ásó Kapa Nagyharang, egy Kárpát-medencei lakodalom. A Múzeumfalu először adott otthont a rendezvénynek, a szokott módon finomságokkal is készültek. Örömmel tölt el bennünket, hogy a Múzeumfaluban ilyen rendezvényt fogadhattunk, de természetesen már előre tekintünk, és jövő héten szombaton a régészet napjához csatlakozva az Árpád-kori falunkban gyakorlati régészeti bemutató lesz. Viseletes tárlatvezetés mellett a bronzöntést ismerhetik meg vendégeink. Ez egy elég különleges dolog. Mi is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan zajlik ez a technika, és reméljük, hogy a látogatók kedvére tesz majd, hogy kipróbálhatják, megtekinthetik, és
belekóstolhattak abba, hogy az Árpád-korban milyen eszközöket készítettek ezzel a módszerrel. De már lépünk is tovább, hiszen Szent Iván éjszakára itt van a küszöbön, és alig várjuk, hogy ezt a szerelmet megőrző hagyományt felelvenítsük, azaz tűzugrás legyen itt a múzeum faluba, és ahogy szokott nálunk, június 23-áról 24-ére virradóra lesz tűzugrás, természetesen koncerttel. A sárkánylányok fogják a Szent Iváni tüzet meggyújtani, Lóci Jácik fog velünk lenni és adja a koncertet, és természetesen a Nyírség fogja táncra perdíteni a népet, aki itt marad a tűzugrásra, és hát ugye senki ne felejtse el, csak az a szerelem örök, amit Szent Iván éjszakáján egy tűzugrással megpecsételnek, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit ezen a napon is a múzeumfaluba. A nap végén egy gála műsor keretében a 200 táncos és zenész együtt járta a skanzen főterén. A folytatásban a kálai gyűjteménybe invitáljuk Önöket, vigyázat, csalok! Rodolfo Vándor kiállítás nyílik június 18-án, a stúdióban pedig vendégeim Fekete Anetta, muzeológus, és Dohanics László, a kálai gyűjtemény vezetője. Jó estét, szervusztok! Szervusz, köszöntük a kedves nézőket! Jó estét kívánok! Hát most kollégák vagytok, de egyéb irán nem, ugye Laci a kálai gyűjteményt képviseled, Anetta, te pedig a Szóra Katinus Játékmúzeum és Műhely muzeológusa vagy, viszont ez egy koprodukció, ugye? Mondhatjuk ezt. Anetta, mesélj erről a kiállításról. A Rodolfo hagyatéka a Kecskeméti Szóra Katinus Játékmúzeumba került még a 90-es évek elején, és azóta mi gondozzuk ezt a gyűjteményt. Én pár évvel ezelőtt pályáztam egy Vándor kiállításra az NKA-nál, és akkor azóta sikerült úgy összeállítani a kiállítás anyagát, hogy több helyszínen már be tudtam mutatni. Tehát gyakorlatilag ugye mindig testre szabjátok az adott múzeumban. Változott egyébként ez a kiállítás, vagy standarden ugyanazt mutatjátok be mindenhol? A tárgyak ugyanazok, viszont ugye a tér meg a helyszín az változik, és így azért mindig egy kicsit más arcát mutatja a gyűjtemény. Rodolfo egy ikonikus figura, úgy gondolom, hogy a magyarság tudatban is, illetve hát a bűvészvilágban, és azért nagyon sok még ma felnövő generáció számára is egy ismert figura, tehát egy halhatatlan és örök. Hogyan fogadják a nézők? Mert hiszen már van tapasztalatod. Igen. Én nekem az a tapasztalatom, hogy minden korosztály nagy érdeklődéssel fogadja. Ugye az idősebbeknek azért, mert saját emlékeik vannak, sokan személyesen is látták őt még fellépni, vagy a tévén keresztül, vagy ismerték a könyveit, megjelent játékait. Ugye készített egy bűvészdobozt a gyerekeknek, és szinte van egy korosztály, akinek ez a bűvészdoboz ez nagyon sokat jelentett, és majdnem megvolt mindenkinek. És a fiatalabbak pedig hallottak róla, a gyerekek pedig. Az az érdekes, hogy már azt se tudják, hogy Rodolfo egy élő személy volt, ugye őket igazán a bűvészet és a varázslat, a csoda bűvöli el, és akkor ezért nagyon érdekes, amikor rácsodálkoznak, hogy ez a szó, ez egy élő személy takar, egy élő embernek a neve volt, és ők is nagyon nagy érdeklődéssel nézik a kiállítást. Van arra lehetőség, hogy esetleg mondjuk múzeumpedagógusok valamiféle varázslatos, misztikus órát köré építsenek majd a kiállítás köré? Vagy ez mondjuk bevált gyakorlat máshol? Hát a kiállításnak is van egy pici része, ami egy ilyen interaktív rész, ahol ki lehet próbálni kézügyességi, egyszerű bűvész, hát ha nem is trükkök, inkább csak olyan kis egyszerű játékok, amit Rodolfo megjelentetett a könyveiben. Ugye itt a hely és az eszközök miatt is legegyszerűbbeket választottam ki, valamint van egy optikai trükkasztal, ami pedig egy 19. századi trükköt
idéz meg, ez a levágott fejű ember trükk, ami nagyon misztikusan hangzik és félelmetesen, de igazából ez egy optikai trükk, ami a gyerekeknek szórakoztató. Laci, te is az a generáció vagy, akinek ugye valamelyik karácsonyfája alatt ott landolt a bűvészdoboz, és meddig jutottál el a bűvészet tudományában? Éppen kint beszélgettünk Balogh Bélával, a Sunshine Rádió ügyvezetőjével, hogy hát ez tulajdonképpen ennek a korosztálynak, mi korosztálynak mindenkinek volt, és szeretett volna, ha nem is volt, de szeretett volna egy ilyen Rodolfo bűvésztáskát. Úgyhogy hát most hirtelenében nem emlékszem, de tudom, hogy a tévében néztük a Vigyázz a Csalók című műsor, mert nagyon érdekes volt ugye bűvésztrükköket látni, és fekete-fehérbe a tévén keresztül, és nagyon örülünk annak, hogy ez a kiállítás ide került, mert a Kállai gyűjteményről tudni kell, hogy a szép állandó kiállításai mellett, ami a Kállai állandó kiállítás meg a város történetét jelenti, mi együtt gondolkodva próbálunk kötölni, hatolni azon, hogy milyen családi programokat és milyen olyan kiállításokat tudunk idehozni a Kállaiba, ami minden korosztályt megmozgat, és én úgy érzem, hogy ez megint egy jól eltalált kiállítás lesz, amelynek a megnyitójára illusztrius személyiséget kértünk fel, mert hogyha már bűvész, akkor legyen bűvész kiállítás, akkor legyen bűvész. A Hajnóci Soma kétszeres bűvész világbajnok fogja megnyitni a kiállítást. És az nem ámítás és csalás nem. lesz, hanem az a valóság. Így egyébként van. Azt gondolom, hogy az egyetlen szakma, ahol elfogadható a Vigyázz a Csalók, az tényleg csak a bűvészet. És érdekes, mert valahol nekem a múzeumoknak is van egy ilyen misztikus, varázslatos feelingje, akármilyen kiállításról van szó. Tehát egy kicsit a valóság, de azért mégis már a múlt, és az úgy megelevenedik, tehát olyan nagyon izgalmas, amit például nagyban ki lehet majd próbálni, akár a múzeumok éjszakáján, és egyébként ahogy így, a jövő héten majd beszélgetünk még magáról, erről a témáról, hiszen azt gondolom, hogy ez egy szintén egy egyestés sztori, hogy mi minden lesz itt a múzeumok éjszakáján, egy kicsit ott is elmentek a misztikum, meg a krimi irányába, úgyhogy izgalmas éve van a múzeumnak is akár. Igen, mert most a 2024-es múzeumok éjszakán június 26-án lesz. A két intézmény közösen nyitja meg a kapuit, olyan szempontból, hogy a vásárolt karszallaggal mindkét intézmény minden rendezvénye kiállítása látogatható. Mi konkrétan a Rodolfo kiállításra fűztük fel a múzeumok éjszakáját, hisz lesz bűvésztanítástól kezdve, bűvészműsortól, óriás logikai fakockás játékoktól kezdve, tűzsonglőrök. Egy picit még belecsempésztük az ékszert is, mert egy Zema ékszer manufaktúrának lesz bemutatója, egy kis vendéglátással, de mindent javarészt az udvaron, a gyönyörű szép Kállai parkban szeretnénk megvalósítani, és jön még mellette ugye majd a József András Múzeum programja, ami azért is jó, mert hogy elővételbe is lehet vásárolni jegyet, 2000 forint a felnőtt és 1000 forint a diákjegy, elővételbe ez 1500 illetve 700 forintos jegyárral működik, a rendezvény előtti napokban valaki meg szeretné venni, és mondjam azt, hogy rengeteg programkiállítás várja a hozzánk ellátogatókat, illetve akik a József András Múzeumba is mennek. Anetta, te mit szólsz, hogy egy ilyen csodálatos épületben rendeztétek ezt a kiállítást, hiszen mi nyíregyháziak nagyon büszkék vagyunk az új Kállai gyűjteményre. Hát tényleg nagyon szép az épület, úgyhogy én is nagyon örülök, és pont olyan ideális a terem mérete és adottságai, hogy szerintem egy jó kis kiállítás sikerült berendezni. És egy picit azért csináljunk akkor nektek is reklámot, ha már te voltál ilyen kedves, és itt voltál, illetve hát a játék gyűjtemény ugye ide érkezett Nyíregyházára, aki mondjuk Kecskeméten nyaral majd, vagy a térségben. Mi mindent tudtak kínálni az odalátogatóknak? Hát először is ugye a Szórakaténusz Játék Múzeum jut az eszembe, nekünk is az állandó játék kiállításunk az megtekinthető. Ott csak egy pici vitrín van, amiben Rodolfo tárgyak láthatóak, ugye a játékok kaptak főszerepet, de pont azért jó, hogy van külön egy ilyen vándor kiállítás, hogy aki igazán a bűvészet szerelmese, az külön is meg tudja nézni. Emellett egy udvarban van velünk a Naív Művészek gyűjteménye, az is egy látogatható kiállítás, és hát ezen kívül ugye a város többi múzeuma, a Cifra Palotától kezdve a Bozsó gyűjteményig. Tehát van látnivaló. Igen, igen, és hát egyébként van vadaskert és planetárium, úgyhogy szerintem egy szép turisztikai célpont lehet akár a nyíregyháziaknak, vagy a megyeieknek. Visszatérve egy kicsit még a Kállai gyűjteményre, hogy alakul a nyár?
a továbbiakban. Tulajdonképpen ez a kiállítás július 31-ig lesz látható, a Rodolfo kiállítás, és ezt követően Kisvárdára megy a kiállítási anyag, és ott szintén másfél hónapig tudomásom szerint lesz megtekinthető. Ami érdekes, hogy a megyében már volt a Rodolfo kiállítás 25 évvel ezelőtt. Ez dr. Cserjanyák Lászlótól tudtam meg egy beszélgetés során, hogy ez Máté Szalkai Múzeum igazgató mondta, hogy ez már a megyében még az ősanyag megfordult. Nekünk van még igencsak jó kis programjaink, már csak azért is, mert nem csak festménykiállítást tervezünk, hanem mellett olyan családi rendezvényeket, programokat, amit megint csak ki tudunk vinni a szabadba. Ilyen a veterán autók kiállítása Kála gyűjteménybe, melyben egy koncertet is szeretnénk megvalósítani, de ez még egyelőre maradjon titok. Ugyanakkor a Koszta Zoltán bőrművesnek már volt egy múzeum éjszakája kiállítása, vagy 3 évvel ezelőtt, és most mi a hatalmas nagy udvarral rendelkezünk, itt egy jurtától kezdve, a lovas harci dísztől kezdve élőben megelemíteni mindent, szerintem ez egy látványos dolog lesz. Hát tényleg úgyhogy izgalmas. Van még programunk bőven. És a veterán autók ott lesznek az udvaron? Igen, szeretnék autó és veterán autót. Mi egyszer már ezzel a régi Kállai udvarán, pedig az nem volt nagy az a terület, vállalkoztunk egy ilyenre, és meglepően nagyon jól sikerült, hisz működik Nyíregyházán is veterán autó klub, de mellette kaptunk Rolls-Royce gépkocsit, 67-es gyártmányút, vagy egy 71-es Mercedes pagodát, tehát volt olyan autók is, ami kurizum számba mentek, úgyhogy most szeretnénk egy kicsit ezt kibővíteni, nagy a terünk, és szeretnénk ott egy jó családi programot szintén megvalósítani. Ennek az időpontja augusztus 14-e lenne. Ha pedig makettekben gondolkoztak, akkor több ezer is befér tulajdonképpen. Az is volt nálunk, és mondjam azt, hogy nem titok, de még lehet, hogy egy kis kamarakiállítást ezekből is szeretnénk megvalósítani. Na hát köszönjük szépen a varázslatos beszélgetést, és bízunk benne, hogy nagyon sokan meglátogatják nem csak ezt a kiállítást, ahogy július végéig, hanem a múzeumok éjszakáján is tele lesznek Nyíregyháza, már illetve az ország múzeumai. Laci Anetta, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Én is köszönjük. Kedves nézőink, ennyi fért a Weekend első részébe, de érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is, hiszen édesapákat várunk a stúdióba az apák napja kapcsán, és a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ program kínálatával is megismerkedhetnek, maradjanak velünk. Kedves nézőink, ez már a Weekend második része, és folytatjuk a programok sorát. Számos lehetőség várja a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ kínálatában a nézőket. Az intézmény vezetőjét, Mészáros Szilárdot köszöntöm a stúdióban. Szia Szilárd, jó estét! Jó estét kívánok, szervusz Magda! Hát a Böjt után most egy hatalmas kulturális lakoma, mert tulajdonképpen kapkodjuk a fejünket, annyi minden van Nyíregyházán, illetve Nyíregyháza vonzás körzetében, Sóston például, ami azt gondolom, hogy a turisták és a nyíregyháziaknak is a szíve csücske, és ilyenkor azért jól esik, amikor valahonnan zene szól, van valami csinnadratta, úgyhogy mesélj, hány helyszínen és milyen stílusban várjátok a nézőket. Igen, már rákérdeztél, a Zene Sóston című programsorozatról van szó, amely egyébként megy már vagy 4 éve, de a Kulturális Központ 3 éve vesz részt a szervezésében. Mindenkinek ajánlom, tehát már június 16-ától elindultak a rendezvények, és nem is akarunk eltérni a gyakorlattól, tehát szerdán és szombaton pontosan a piachoz kapcsolódóan 18.30-tól 19.30-ig mindig egy tehetséges nyíregyházi zenekart láthatnak, hallhatnak a kedves nyíregyháziak, illetve a Sóstóra kilátogató turisták. Ez a rendezvény sorozat teljesen ingyenes, és azt hiszem ebbe a jó időbe, ott a kis kora estében nagyon jól esik egy ilyen órát eltölteni, és kifejezetten szeretik maguk a zenekarok is, azt is el kell mondjam, mert azért ilyenkor szép számú közönség látja, hallja őket, be tudnak mutatkozni, találkoznak a közönségükkel, tehát itt aztán azt mondható, hogy ezen mindenki nyer. Tulajdonképpen ugye a Váci Mihály Kulturális Központ honlapján lehet követni, hogy melyik nap szerdán, illetve szombatonként melyik együttes mutatkozik be, úgyhogy a zenei stílus alapján aztán mindenki eldönti, de hogyha esetleg idegenkednek bizonyos stílustól, szerintem ilyenkor meg lehet vele barátkozni, meg lehet szeretni azt is, ami esetleg nem a mindennapjaink része. Így van, tehát én mindenkinek javaslom, hogy egy jó séta, közben az az 1 órás kis kikapcsolódás szerintem mindenkinek
jól esik, de aki nem akar annyira sétálni, azt természetesen szeretném beinvitálni a Váci Mihály Kulturális Központba. Pont egy aktuális hírrel hadd kezdjem, a mára tervezett Acélmagnóliák című színházi darabot technikai okok miatt át kellett raknunk egy másik időpontra, meg lesz tartva az előadás mindenképpen október 29-én, a megváltott jegyek természetesen érvényesek lesznek, de azért, hogy ne csak ilyen hír legyen, a jövő hét pénteken egy nagyszerű koncerttel várjuk az érdeklődőket. Malek Andra látogat el Nyíregyházára, a Kultúrás Központ színpadára, egy gospel koncertet fog adni Jáger Bandival, illetve egy élő zenekar fogja kísérni. Egyébként ennek a nyári program sorozatnak adtunk egy nevet, nem nehéz kitalálni, jó estét nyár. Tehát tulajdonképpen ez a lehozzuk önnek a csillagokat produkció sorozatnak egyfajta változata, nyári verziója, mert egyébként máskor nyáron egy kicsit kevesebb programunk van, de most a pandémia miatt természetesen nyáron is gőzerével dolgozunk, úgyhogy ide is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, és azt hiszem nagyon népszerű lesz a nyíregyháziak és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei körében, ugyanis tudjuk jól, hogy a operettet nagyon szeretik. Július 15-én Bál a Savoyban című operett látogat el Nyíregyházára. A szereplők? Igen, Gregor Bernadett, Köllő Babett, Buch Tibor, tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly, nagyon ismert színészek, illetve művészek látogatnak el. Egyébként a Kalocsai Színház előadásában tekinthetjük meg ezt a programot, és nem sokkal utána egy nagyon nagy nyíregyházi közönségkedvenc, a 4-4 Dance Szabó Ádámmal kiegészítve fog fellépni, és egy kicsit súgok is magamnak, szívünk Nyíregy ritmusra jár, ez nem véletlenül ez a Nyíregy, ugyanis nyíregyházi tánciskolák is fel fognak lépni. Nagyon, azt mondták a fiúk, nagyon hosszú program, mert úgy készüljünk, hogy több mint 2 órás. A programok általában mindig hosszúak, a táncosok ugyanis nem érzik, ők nem ülik el a feneküket, a nézők igen, de általában ezek annyira magával ragadó és sodró produkciók, hogy tényleg repül az idő, úgyhogy én úgy gondolom, hogy kihagyhatatlan, hát zsenik a fiúk, nem véletlenül nyertek már ugye ennyi díjat, és tényleg örülünk, hogy a proféták a saját hazájukban, a saját színpadukon táncolnak. Így van, és egy teljesen új koreográfiával készülnek, mondom Szabó Ádámot bevonva, és ugye egy kis technikai részlete is van ennek, míg átöltöznek például, addig is nagyon jó lesz, és én úgy gondolom, hogy egy nyíregyházi tánciskolának ez valószínűleg megtiszteltetés, örömmel veszik, hogy a 4-4 Dance-szel, Szabó Ádámmal a Kulturális Központ színpadán egyszerre felléphetnek, azért abba a had vigasztalom a nézőket, tehát nem kell végigülni a 120 percet, lesz közte szünet is azért. Jó, de arra bíztatok mindenkit, tehát úgy készüljön, hogy jó hosszú lesz, nagyon jó lesz, jártak bent személyesen nálam a fiúk, úgyhogy máskor is voltak nálunk, én azt hiszem, hogy az ő személyük és a koreográfiáik garancia arra, hogy hatalmas siker lesz ez a rendezvény is. Meg hát szilárd, azért mondjuk el, hogy a felújított Völgyesi háznak a nézőtere az tényleg európai szintű, kényelmesek a székek, klíma van, tehát azért ott nem kínszenvedés, akár 3 órát sem végigülni, hanem tényleg kényelmes, és azért az, ami a színpadon zajlik, az az időt egy egészen relatív pörgetésbe viszi szerintem, tehát sokkal gyorsabban repül az idő. Még egy történet, amiről nem beszéltük, Tracs. Ez egy beszélgetős műsor? Igen. Egyébként ez a műsor sorozat az országot járja, tehát minket is megkerestek, és akkor természetesen helyszínt biztosítottunk hozzá. Záher Gábor, Ördög Nóra, Nánási Pál, tehát azért elég komoly nevek, akik elfognak ebbe a Tracs Party produkciósorozatba látogatni hozzánk. Én magam is kíváncsi vagyok, hogy fog ez működni. Ez olyan lesz, mint egy talk show? Igen, tehát beszélgetős és egy kicsit ilyen személyesebb jellegű dologra készülhetnek a kedves nézőink. Hasonló talán, mint a Duma Színház, de azért teljesen más. Mondom, hogy akár személy szerint én is nagyon kíváncsi vagyok, mert ezek az ismert emberekre reményeink szerint tényleg nagyon sokan lesznek kíváncsiak. Nos, és esetleg olyan kulisszatitkokat is elmesélnek, amit eddig mondjuk egy bulvár sajtóban nem sikerült elolvasni. El kellett-e minden jegy, vagy van még esélye a nézőknek, hogy valamelyik előadásra jegyet szerezzenek? Van esély. Egyébként erre a Tracs Partira
az interneten árulják a szervezők a jegyet, a saját szervezésű programjainkra természetesen nálunk a helyszínen is lehet jegyet váltani. A honlapunkon keresztül mindenkit arra biztatok, hogyha interneten vásárol, akkor a mi honlapunkon keresztül vásárolja, mert akkor annyiba fog kerülni, nincsen semmiféle kényelmi, meg ilyen, meg olyan díj, azokat a járulékokat mi fizetjük, úgyhogy, de egyébként az Interticket hálózatában is meg lehet venni, és még talán egyet, ha még megengedsz, elmondanék, tehát még augusztusban ugye a For For Dance mellett a Veresegy Színházat ugye nem visszavárjuk, mert mint mondottam, a mostani október átcsúszott, de a Black Comedy című vígjáték, például Csonka Pici András lesz a főszereplője, tehát úgy abban is bízom, hogy ez is nagy siker lesz. Nos, hát akkor Sztár Parádé a Váci Mihály Kulturális Központ színpadán, Mészáros Szilárd ügyvezető igazgatónak pedig köszönjük szépen ezeket a híreket. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézők, új állandó kiállítás nyílt a Sóstói Múzeumfalu gyulaházi parókiájában. Az épület egy funkcióváltáson esett át, a különleges tárlat a Pécsi Kovács hagyaték tárgyaiból áll. A különleges magángyűjtemény darabjait a digitális technika segítségével mutatják be a látogatóknak. A gyerekek interaktívan tanulhatnak az őseik koráról. Kedves nézőink, idén június 20-a az apák napja, Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik. Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja, vendégeim pedig
kollégáim tulajdonképpen, és azon gondolkodtam, hogy én egy három gyerekes anya vagyok, itt pedig három apa nagyon sok gyerekkel, pontosan ugye Tamás, neked 7 gyermeked van, Aurél neked 4, Béla pedig 3. Én le vagyok maradva még egy picit. Még, hát figyelj, ugye azt szokták mondani, hogy férfiaknál gyakorlatilag a biológiai óra nem ketyeg, úgyhogy akár folytathatod a sort. Hát nem is tudom, hogy melyikőtökkel kezdjem. Béla, ugye mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, én végig asszisztáltam a gyermekeid születését, a második és a harmadik gyermekedet. Majdnem a bába te voltál. Majdnem én. Aurél a rádióban dolgoztunk, Tamást pedig itt a stúdióból ismerem. Azért ragadom meg az alkalmat, hogy először Tamás veled beszélgessünk, mert azért tényleg így 7 gyerek, görögkatolikus lelkész családokban, ez tulajdonképpen természetes, de a mai világban azt gondolom, hogy már nem annyira. Bennetek nincs azért félelem, hogy vajon el tudjuk-e indítani az életbe, lesz elég türelmem, lesz elég kezem, hogy megfogjam a gyerekeket, ha szükség van rá? Szerintem van, és szerintem mindenkiben kell is, hogy legyen erről az egészről úgy gondolkozni, hogy ez egy felelősség, kétségkívül így van, de egy gyerekes szülő ugyanúgy érzi ezt a felelősséget, mint egy több gyerekes szülő. Persze mindegyiknek megtalálni a sajátos egyéni hangvételét, mindegyikben megtalálni azt, amiben számára a legjobb, azért ez komoly kihívás. Mi nem így terveztük. Mi eredetileg úgy beszéltük, hogy 3-4 gyerekünk lesz, mert az olyan kerek és olyan átlátható formátum. Aztán, amikor a lányunk után 3 fiú született, a feleségem úgy jött ki a műtőből, hogy a következő biztos kislány lesz. És hát akkor még lett belőle még 2, és akkor így jött a lányok sora végén. Igen, felelősség, de talán pont az a nyugalom is bennünk van, hogy amikor látjuk, hogy ők már együtt milyen csapatot alkotnak, merem kimondani, ha velem történne valami, azért vagyok nyugton, mert ők már egymásnak otthont tudnak adni. Általában azért, amikor valaki fiatalon lesz apa, akkor még úgy az elején, mintha fel se fogná, hogy mi történt. Béla, például azért neked a legnagyobb gyermeked, ugye, tehát azért te fiatal apuka voltál, mondhatjuk ezt? Igen, 24-25 éves voltam, amikor született a legidősebb fiú, és hát nem nagyon, tehát te akkor még pöröksz, az életedet akkor kezded, akkor alakítod, a karrierje kezdetén vagy, igazán még te sem tudod, hogy mit csinálj, mert sok mindenbe próbálkozol, keresed az utadat. És akkor még egy gyerek is, az hát szóval olyan meglepő, de azt gondolom, hogy erre nem kell így készülni. Lehet, hogy Tamás is meg tudja ezt erősíteni, hogy nem kell ezt tervezni, hogy na akkor majd csak ennyi idős koromban, és akkor már addigra biztos megérek. Szerintem ez jön, hozzáérsz a gyerekhez, a feladatokhoz. Mindig kihívás lesz a gyerek. Tehát a gyereknevelés mindig kihívás lesz akkor is, hogyha adott esetben már 40 éves koromban, mert én már akkor annyi voltam, mikor Bella született, 40 is elmúltam, tehát a legkisebb. Úgyhogy, és mégis ugyanolyan kihívás, ugyanolyan feladat. Nyilván tapasztalatban kevesebb volt, tehát sok mindent már a nagyobbiknál másképp csinálnék, tehát, vagy csináltam volna így most visszagondolva, de mert kell a tapasztalat, azért egy apának kell a tapasztalat az élet minden területén, és gyermeknevelésben is nyilván minél több van, ezt is talán biztos megerősíti, már a hetediknél ez már rutinból hozza, a nagyja neveli az apraját. Ez így van, de azért az is számít, igen, hogy fiú vagy lány. Én úgy kívülről azt láttam, hogy például az a fajta ilyen, tehát amikor egy apa próbál a fiainál azért kemény lenni, hiszen a fiúkatnak ugye az életet kell megtanítani, jön egy kislány, akkor az a rúzsával apát ki fogja rúzsozni, nem tudom, tűlszoknyát tesz rá, és barbizni kell vele, tehát hogy valami olyan nőies energiát is bele tesz az apasságba, ami lehet, hogy a fiús apáknál nem alakul ki. Igen, én úgy voltam el, hogy a fiúkat, könnyebb a fiúkat nevelni. Biztos vagyok benne, könnyebb, valahogy úgy testhez állóbb is, tudsz jobban azonosulni a gondjaikkal, a bajaikkal, azzal, ahogy te gyerekként viselkedtél. A lánynál ott más, egyszerűen félsz, nem tudod, hogy most jó ez a döntés, nem, te csak férfi szemmel látod, csak férfi fejjel gondolkozol, nekem úgy egy picit furább, olyan nehezebb volt, de nagyon örültem, mert én lányt szerettem volna még, és hál' Istennek harmadikra sikerült. Aurél, nálatok milyenek a nemek aránya a családban? Fiú-lány. Hát így. Akkor te tudtad, hogy kell ezt csinálni. Én mindenképpen, vagyis én fiút szerettem volna elsőre, és fiú is lett, utána szerettem volna egy lányt, akkor lány lett,
utána jött a harmadik fiú lett, az és a negyedik. Az életben mindent így, tehát szeretnéd, kérsz és adatik néktek? Igen, még mondok ennél furcsábbat is, mert a négy gyerekből az első három szilveszter napján született, de nem ugyanabban az évben. Tehát 2005 szilvesztere, az kicsit meglepő volt először, hogy szilveszter, hát szilveszter, kész. Másodiknál szintén eljött a szilveszter napja, kész, és spontán. Harmadiknál is szilveszter volt, tehát ez így alakult. A negyediknél már nem reckíroztuk a szilvesztert, így október 23-át választottuk, és akkor... Egy kicsit így. Akkor terveztél. Tehát én vagyok fiús apuka és lányos apuka is. Valóban így van, ahogy Béla mondja, tehát egy kicsit másképp kell hozzájuk fordulni. Meg nyilván másképp fordul egy anya, meg egy apa. Tehát én kevésbé vagyok magyarázós. Én inkább egyszerűbben fogalmazok, néha lehet, hogy az nagyon egyszerű. A feleségem azért megpróbálja meggyőzni a gyerekeket arról, hogy miért kell azt csinálni, amit. Mondjuk ő pedagógus, tehát nyilván benne van a vérében. Nagyon nehéz dolog az, hogy ugye még a legtökéletesebb párkapcsolatnál is egyszerűen nem tudunk kibújni a bőrünkből, hogy mi anyák, nők vagyunk, ti férfiak, és a világot azért egy picit mégiscsak másképp érzékeljük. Akkor, amikor mondjuk van egy konfliktus helyzet, és esetleg gyökeresen másképp látjátok azt a párotokkal, akkor hogyan tudtok ezen túllépni? Vagy vannak szabályok, hogy igenis, ha apa kimondja, hogy az ég rózsaszín, és tudjuk, hogy nem az, akkor is már meghagyjuk őt ebben a dologban, vagy belementek esetleg vitákba, vagy hogyan tudjátok a család egységét mondjuk megőrizni? Hogy működik ez? Ez egy jó kérdés. Oké, kezdem én. Szerintem erre nincs recept. Alapvetően szerintem az egész nevelés témakörében nincs az a recept meg, mert vannak szituációk és vannak helyzetek, amikor az egyikben így működik, és az ember lehet, hogy az értelmével irányítja is ezt a mozdulatot, és van, amikor az érzelmek borítanak mindent, és akkor is működik. És ezek a dinamizmusok szerintem lényegi elemek a gyerek életében. És ha azt látja, hogy a szülők is, igen, van konfliktus, néha vitatkoznak, de tudnak kibékülni, és ez tanulható. Igen, van az, hogy néha egy irányba tolják, és ez úgy működik. És van az, hogy csak az egyik félnek működik, és a másiknak nem. Ugye ez a klasszikus, mikor hazamegyünk, és a fiaid már megint, szólj rájuk, rászól az ember, és működik. Mert a férfitől másképp fogadják el. És vannak szituációk, amikor én vagyok a tehetetlen, és látom, hogy a feleségem hogyan tudja gyakorlatilag a szeretett csatornáin keresztül rendezni ezt az egészet. Néha együtt megy, néha előttük is kijön az a konfliktus, ebben másképp látjuk, de a végén úgyis az lesz, hogy a gyerekek azt látják, hogy ennek van megoldása. Szerintem nincs recept, csak élet van. Meg fontos az, hogy ugye azok a lovak ne két irányba szaladjanak, hanem legyen valamiféle egység. Fontos az, hogy erősítsék egymást. Tehát, hogy az mindig kell, hogy a gyerek előtt ne legyen kétféle vélemény, ne legyen kétféle egymásnak adott esetben ellentmondó megoldási javaslat, ne legyen ott a veszekedés a gyerek előtt. Tehát volt már olyan, megmondom őszintén, hogy amikor nem értettünk egyet a anyámmal, és én vitatkoztam volna, mert hajlamos vagyok arra, hogy én azonnal belemegyek a vitába és a konfliktusba, de inkább elengedtem, és inkább túlléptem rajta, mert a gyerek ott volt, és nem akartam, hogy ott szembesüljön azzal adott esetben, hogy mi nem értünk egyet ebben a témában. De ezen mondom, ha ezt tolerálja mind a két fél, akkor ez működőképes hosszú távon. Persze egyeztetni kell szerintem is. Tehát az jó, hogyha előtte, ha tud a szülő egyeztetni, hogy akkor figyelj, most a gyerek elkérezkedett, évfélig akar távol lenni, szerintem elég 11-ig, mit gondolsz, és mondom szerintem is, akkor ugye azt mondjuk mind a ketten, hogy 11-kor ott leszek, érted. Tehát muszáj ezt így együtt. Amit mondtatok, igen, ez egy olyan szerep, amit életünk végéig tanulunk, a szülői szerep, és valahol azért ugye az örökölt mintáink, hogy milyenek voltak a mi szüleink, mi mikkel küzdöttünk, azt próbáljuk egy kicsit vagy jobban csinálni, néha elkapjuk, hogy ugyanúgy csináljuk, mert valahogy ezek automatizmusok, de közben a világ is borzasztóan megváltozott. Hogy érzitek, hogy mennyire tudjátok megóvni apaként a gyermekeiteket adott esetben mondjuk egy ilyen kemény világnak a sérüléseitől, vagy mi a ti, nem is tudom, taktikátok? Felkészítitek őket, és hagyjátok belemenni a esetleg a nehéz helyzetbe? Szerinted nem tudsz mellette állni, nem tudod a kezét fogni, hogy most akkor elfogadod-e azt az alkoholt, vissza bármilyen veszélyt, vagy nem. Hanem nyilván mintát kell adni, vagy ahogy élsz, és akkor ő is úgy látja, és működik. Tehát
nem kell direktben, vagy nem muszáj direktben. Mindent meg bizalmat. Tehát, hogy bízzon benned. Igen. Tehát én mind a három gyereket úgy nevelem, ez a két fiúnál az abszolút be is jött, én azt gondolom, hogy legyen bizalom. Mondja el, ha bármi olyan történik, bármi olyan van. Mondtam mindig, hogy mindent meg tudunk oldani. Tehát nincs olyan, hogy ne tudnánk megoldani, csak hazugság ne legyen. Tehát hazugság, ne hazudjatok nekünk, mert akkor nem tudunk segíteni sokszor. És ez tartották is, és ez működőképes is, és azt gondolom, hogy nekünk pedig egy picit valahogy az ő világukba fel kell vennünk a mai ritmus, ne a múltba éljünk, hogy bezzeg a mi időnkbe. Uh-huh. Gyalog is mentünk iskolába, és már el lehet, ti meg még busszal se vagytok hajlandó, tehát hogy nem, hanem fel kell venni ezt a ritmust, hogy ez egy más világ, nyilván modern technikai eszközök, és ugyanúgy ott kell lenni, ugyanúgy kicsit követni kell őket azért, hogy bizonyos szintig mi is tudjunk ezzel azonosulni, és nyilván kontrollálni és adott esetben az ő tevékenységeiket, mert érthetik hatások nyilván minden szempontból. És hát ugye ott a hit, akiben van, valószínűleg az egy nagyon erős hatalom. Főleg azok az összetevői, mint hogy közösség, és ugye az mindig a srácok számára az egyik legfontosabb, ha azt látják, hogy a közösség is nagyjából ugyanazokat azt a tempót diktálja, ugyanazokat az érveket hozza, ugyanazok az értékrendek mentén állnak össze, az nekik is a nagy könnyebbség. Ugye egy papcsalád esetében azért mindig ez a nagy kihívás, hogy az apa ugyanaz-e, mint aki a szószéken áll is prédikál. Tehát, hogy azért nekünk ez talán még inkább izgalmassá teszi ezt az egészet, más különben meg talán pont ezért jó, mert látják a kettő között, látják a küzdő apát is, amitől szintén nem akarom meg óvni őket, hogyha azt látják, hogy egy rózsaszín Hollywood vallási világban élünk, nem igaz. Ugyanúgy megküzdjük a magunk dolgait, és talán pont ezek az alaptalpalások, hogy igen, a küzdelmet is meg kell tanítani. Tehát nem megvédeni kell őket, hanem megtanítani őket arra, hogy küzdjenek az érveikkel, a logikájukkal, a rendszerükkel. Ezeket rakják össze saját maguknak, a hitet nem lehet átadni, az csak akkor működik, ha ő ezt összerakja a saját életében is, akkor lesz igazából teljesé. Ami viszont itt jön, hogy mind a hármunknak ez a nagyon nagy kihívás a mai korban, van-e idő rá? Fiúk, sajnos most nincs, hogy ezt folytassuk. Ez a társadalom, sokan mondják, hogy apa hiányos társadalom, és ezért nagyon sok sebből vérzik. És én azt gondolom, hogy a ti gyermekeitek igazán szerencsések, mert van édesapjuk, és fontosnak tartja azt, hogy egy jó világot teremtsen a gyerekének azzal, hogy a gyerekeinek megad minden érzelmi muníciót, úgyhogy igazán szerencsések, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. És boldog apák napját! Köszönjük! Köszönjük, kívánjuk, és biztassuk el az apatársainkat is, hogy hajrá! Kedves nézőink, a Weekend ezzel véget ért, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!